Három problémám van. Földgázt használok a fűtéshez, a meleg vízhez, és a főzéshez. Tavaly körülbelül 1500 eurót költöttem földgázra, idén már 3000-et, és ennél csak rosszabb lesz. A családom a német középosztályhoz tartozik. Havonta nettó 4000 eurót keresünk. De amióta az árak emelkedni kezdtek, azon tűnődök, hogy még meddig tudunk kijönni a pénzünkből. Berlinben élek. Nem szórom a pénzt, mert tisztában vagyok az emelkedő energiaárakkal. Oroszország szinte teljesen leállította a németországi gázszállítást. Az árak 80%-kal emelkedtek. A gázimportőröket védve a csőttől, a gázfogyasztóknak októbertől illetéket kell fizetniük. Ez adókkal együtt 3,3% plusz terhet jelent kilovattóránként. Ez az illeték aránytalanul sújtja a német lakosság felét, azokat, akik gázzal fűtenek. Kissé igazságtalan, hogy a társadalom e részét tesszük felelőssé a helyzetért, ezért szerintem ezt a terhet a teljes lakosságnak kellene viselnie. Thomas O'Donnellt aggasztják az utóbbi idők gázáremelkedései. Ha tele is vannak a tározók, azok is csak körülbelül 2,5 hónapig tartanak kifűtési szezonban, vagyis december végéig, attól függően, hogy mennyire lesz hideg. Nagyon hamar felélhetjük ezt a készletet, és akkor eljöhet az a pont, amikor nem lesz elég gáz. Nem lehet annyi cseppfolyósított gázt behozni, mint amennyi a vezetékeken keresztül Oroszországból érkezik, vagyis korlátozások lesznek. A nagy kérdés az, hogy mi a legalacsonyabb hőmérséklet, amit télen még kibírunk. Nyilván, minél hidegebb a szoba, annál több pénzt spórolunk meg. A feleségem talált egy másik módot, amivel 20 eurót spórolhatunk. Ismét gázszolgáltatót váltunk, 9 hónapon belül ez már a harmadik. Nem érzem magam szegénynek, de ez frusztráló helyzet, mert senki sem tudja, mikor ér véget a válság.